rózsa itt ül még az asztalon. De félek, hamar meghajlik, lemúl, holnap vagy ma feladja, hiszen pergésig kinyílt, s szétmered, akár a fennakadt szem. Áll, s külön-külön terpeszti szirmát, szárát, levelét, és most, hogy elnyílt, s közelít a vég, szemem tarolja, szívja nagybogót, hogy lássam akkor is, ha már ki. Balla Zsófia legújabb kötete, a Kaligram kiadónál megjelent Más ünnepek, pontosan 7 évvel a költőnő legutóbbi verseskönyve, a nyár barlangjai után érkezett a könyvesboltokba. Csakhogy nem csak a friss kötet és a korábbi munka, hanem az utóbbit megelőző kötet, a harmadik történet is éppen 7 évet váratott magára. A közönség előtt Balla Zsófia beismerte, hogy számára a kötetek megjelentetése nem olyan, mint amikor tubusból fogkrémet kell nyomni a fogkefére. Csak akkor vállalja a nyilvánosság előtti megmutatkozást, ha van mondani valója. Nem elviccelni akarom azt, ami szenvedést okoz, eltréfálni és így megszabadulni tőle, vagy felülkerekedni rajta, hanem elgondolkodni, szembenézni vele, és talán elmondani valami lényegeset, tehát ha sikerül, egy költő ez soha nem tudhatja, hogy sikerül erre felvigyekezhet. Én nem az a fajta vagyok, aki minden könyvhétre mint a fogkrémet ki akar nyomni, egy újabb és újabb kötetet, tehát nem írhatnék olyan, hanem ha mondani valója van az embernek, vagy közölni, vagy látni olyan látomása, akkor úgy érzem, hogy csak akkor érdemes, hogyha lényegesen tudom, hogy van a filmben egy teljes megírt, mondjuk így, nem regény, de egy könyv édesanyámról, de nem ítélem elég jónak, úgyhogy egyelőre még nem tudom átírni, vagy jobbá tenni, nem publikáltam. Nyilván nem rossz, tehát nagyon sokféle könyvet fölvesz az olvasó közönség, de én úgy gondolom, hogy szóval az én példaképpen az Shakespeare, vagy magasra kell nézni ahhoz, hogy az ember valamilyen irányba el tudjon indulni. Tehát csak magas fokú igényességgel érdemes irodalmat írni, ez az érzésem. Tehát nem kell mindenáron publikálni mindent, hogy az ember lejjé. És a 7 év az ennek köszönhető, ennek a lassúságnak, ennek a megpróbálni csak a lényeget közölni a holdat. 100 éved. Alsó Rónán egy parasztasszony megszült téged, fekete hajú kislány, aki engem majd kivajtottál. Azt az asszonyt családostól megölték. Te visszajöttél, és naponta sírsz. Sokan harapják záros napjaim, lefaradva rólam titeket. Ma is rád gondoltam, hogy megbocsátottál apunak, másoknak, végül nekem. Egy lágerben nincs semmi megbocsátható. Saját holosztásom sem szenvedhetem. Ma kifeslik, hiába dugdosom vissza, ami jó, halott. Más ünnepek. De miért mások? Kérdezhetné gyanakodva az olvasó. És ha ünnep, akkor nem valami örömteli, emelkedetre asszociálunk azonnal? Dehogy nem. Éppen ezért különös a címadás, amely egyszerre két eltérő vonást egyesít. A titokzatos címadás azonban könnyen felfejthető. Például a költőnő már képtelen úgy végigmenni Kolozsváron, a szülővároson, mint egykoron, mivel hiába ismerős ott minden, valami mégis más. A hangversenyen elsírtam. Hol van Tarik Konstantinis? Csajkovszki rokokó témája? Minden. Ember még apjához sem köti esküt. A gyertyögyújtás tárgytalan. Látom még Gabit. Várja, hogy beintse a pálc. Suhog vonulja. És zenekarunk szivárványra fele. Nem hiányzik, ki régóta nincsen, hanem aki egy dallamot akar.
múlt szökő áll, és az állati előre tolja bármai. Életem csupa jel. Drága Bretter tanár, a hiányzókért miért a jelenlevő, miért az élő felett? Megpróbálok szembenézni mindazzal, ami történt velem, tehát egy picit még visszatérve, van ebben a kötetben olyan versus, ami a gyerekkorra és az 50-es évekre vonatkozik, és nem engedem ezt felolvasni. Pontosan azért, mert megélünk egy kort, számomra azért mégis az az ifjúkor, amelyet eltöltöttünk a legszörnyűbb politikai körülmények között, azért mégis az ifjúságunk, az életünk volt, a tanulás, a gyarapodás, a mások számára a pokol. Tehát az az 50-es évek, amelyben én számomra a Széchenyi téren csodálatosan, ugye versben is ott van, hogy a sűrtöket állítottak, télen meg esztenyét az utcán, azok a telek, a télnek az illata, hogy az Kolozsváron egyedül álló a hó illata néha, Pesten is megérzelmes, olyan, mint az otthoni telek. Tehát ez visszahozhatatlan, nagy strávszekereknek az illata, jeget szállítottak. Tehát az egész korszak, amelyben kisgyerek az ember, és akkor még szintén fiatal szüleire emlékszik, párhuzamosan ezzel mások számára maga volt akkor, és ezt egy gyerek nem tudja. És ez a két idő hogyan rakódhat egymásra, hogyan lehet egyszerre igaz, és hogyan idézhető fel, erről szólva ez a vers. Az a cím, hogy Kolozsvár 1958. Nézd, mama, a rabszállítón újak a gumik. Mint most szívem a hűvös júniussal, úgy teltem be házunkkal és a térrel, a mésznek, hasábfának, csirkehúsnak, vasnak, szagával, s nem tudtam, mit érlel a kor. Százezrek buknak semmibe. Én a csillár nyúlt árnyaitól féltem, míg apámba sült új világhite. Balla Zsófia új kötete a tükörbenézést állítja középpontba. Keresetlenül beszél arról, minek látja, láttatja magát. De élettöredékek, sorstörténetek is felsejlenek. A más ünnepekben szereplő versek a klasszikus szövegek erejével verselési rendszereket és formákat megtartva nyújtanak mélyreható olvasmányélményt. Balla Zsófia egy olyan költő, aki fájdalomból és derűből egyaránt dolgozik, aki méltósággal emlékezik, miközben a jelent is elemzi. Hazatalálás. Nem tudom, ebben az akváriumban bevándorló vagyok, vagy őshonos. Az ember sokféle ősre bukkan, kiket a húsa egybe mos. Az éjség hömpölyög a tengerekből erre. Déli báb hívja földrészeken át, ömlik erdőn, folyón, futó ember keserve, hogy el kell hagynia, s hogy nem talál hazát. József Egyiptomban, Mária Betlehemben, úgy maradtunk meg mi is, mások kenyerén. Ott sírok a ránk szakadott tömegben, ma kik vagyunk itt, te, meg én. Ki más országba mész, lepje hó álmodat, hincset benyomodat, a föld minket is befog.